Alig egy hónapja adtunk hírt arról, hogy a Tatai Múzeum helytörténésze 1,1 millió forintot nyert pályázaton az általa kutatott, rendszerezett tatai zászlók megmentésére. A helytörténészt elbocsátották. A zászlók? Nos, azok visszakerülnek a raktárba. A múzeum könyvtárosának menesztése pedig akkor is keserű és vigasztalan dolog, ha a megyében egyetlen múzeumnál sincs szakember. Mert ez a könyvtár más. Nem csupán azért, mert a miénk. Hány kötetes ez a könyvtár? A könyvtár jelenlegi állománya 27.600 állományi egységre tehető. Azért mondtam állományi egységet, mert ebben nem csak könyv szerepel, nem csak az tartozik bele, hanem a különféle külföldi és hazai múzeumoknak az évkönyvei, egyéb kiadványai és rengeteg külföldi és hazai folyóirat, valamint több ezer darabra tehető katalógus, művészettörténeti, történelemtudományi, régészeti és egyéb szakkatalógusok. A könyvtári anyag mitől egyedülálló? Egyedülálló attól, hogy szinte valamennyi tudományterületnek az ismeretanyaga megtalálható benne. A könyvtárban nagyon sok ritkaságnak számító dolog is található. Az 1600-as évek végétől kezdődően található anyag, az 1850-es évektől kezdve nem csak könyvek, hanem folyóiratok is vannak. Szinte teljesen egész egységet alkot, tehát valamennyi évfolyama és száma megvan a Századok című folyóiratnak. Ez ritkaságnak számít? Ez talán nem számít olyan nagy ritkaságnak, de az, hogy ennyire teljes, hogy itt, és itt a megyén belül, ez nyilvánvalóan egy nagyon jelentős értéket képvisel. Skoflek István által nagyon régóta gyűjtött folyóirat anyagunk is van, ez a várban található, az ő általa összegyűjtött szakanyaggal együtt. Ez a szakkönyvtár kik számára nélkülözhetetlen? A szakkönyvtár nélkülözhetetlen elsősorban az itt dolgozó kollégáim számára, illetve a megyében és az országban az összes tudományos kutató számára, de nélkülözhetetlennek tekinthető például a középiskolások számára, akik valamilyen pályamunkát vagy országos tanulmányi versenyen indulnak, és azok is nagyon sokszor felkeresik a könyvtárat és múzeumot, hogy segítséget kérjenek az anyaghoz, amit éppen feldolgoznak. A könyvtár természetesen marad. Csupán a tájékozódást segítő szakembernek kell új munkahelyet keresnie. A kérdés már csak az, nélküle, a könyvtáros nélkül használható marad-e a gyűjtemény a nagy közönség számára? Ez a mostani intézkedés, én is úgy gondolom, legsúlyosabban Tatát érinti. Amit elmondott, ez mind igaz, és mind nagyon súlyos probléma, hiszen a tatai vár lassan olyan állapotba kerül, hogy egész évre be kell zárni, holott a megye leglátogatottabb, egyik leglátogatottabb intézményéről van szó. Valóban mi az idegenforgalomra próbáljuk a legnagyobb hangsúlyt fektetni, és ilyen szempontból kifejezetten szívügyünk, hogy a tatai vár az év nagy részében nyitva legyen, és a látogatók előtt nyitva legyen. Ehhez megpróbáltunk segíteni a múzeumnak azzal, hogy közhasznú munkásokat biztosítottunk a főszezonban, hogy az úgynevezett teremőrbért valahogy kiváltsuk. Ugyanakkor kezdeményeztem más megyei önkormányzati ingatlan elcserélésével a raktárgondok megoldását. Igazából nem rajtam múlott, hogy ez a probléma nem oldódott meg. A szakemberek elbocsátása azért is fájdalmas nekünk, mert ezek a szakemberek részt vesznek Tata szellemi életében, szellemi arculatának az alakításában, és minden egyes szakember elvesztése az ennek az arculatformálásnak a kárára van. Külön sajnálom, hogy az egész megyei múzeumi szervezet szakkönyvtárában egyetlen könyvtáros sem tudnak már alkalmazni, ami szerintem ezeknek a gyűjteményeknek a további feltárását egyszerűen lehetetlenné teszi. Azaz olyan érték marad kihasználatlanul, amit nem lehet a szegénységgel indokolni. A bizottságunk többször foglalkozott elsősorban a múzeumi szervezet racionalizálásával. Mi igazából a megoldást a gazdasági szervezet létszámának csökkentésében láttuk volna, de természetesen nem vonjuk kétségbe a szervezet igazgatójának szakmailag biztosan nagyon megalapozott és nagyon logikus döntését. A bizottság legutóbbi ülésén úgy határozott, hogy felkéri a hivatalon keresztül a minisztériumot egy szakmai vizsgálat elvégzésére, amelynek azt kellene bizonyítania, igazolnia, hogy ahhoz a tevékenységhez, amelyet a megyei múzeumi szervezet a különböző városokban lévő múzeumaiban végez, hány szakemberre és milyen szakemberre
van szüksége. Ezzel tulajdonképpen nem a már megtörtént létszámleépítéseket akarjuk helyrehozni, hanem a jövőbeni további szakalkalmazotti létszámleépítést megakadályozni. Mi pedig a 600 éves Tata, Komárom-Esztergom megye és az ország, a múltjára kényesen büszke Európa kapuján kopogtatunk. 25 év telt el azóta, hogy megalakult a Tatai Megalódusz barlangkutató és geológiai szakcsoport. A hétvégén ünnepi barlangászásra indultak. Almádi Zoltán, a Megalódusz elnöke köszöntötte az egyesület egykori és jelenlegi tagjait, valamint a vendégeket. Én 15 évig vezettem a fővárosi tanács, akkor még tanács volt, barlangkutató csoportját. Annak előtte és abban az időben pedig a Vituki, a Vízgazdálkodási Kutatóintézet tudományos munkatársa voltam, és aztán, mint újságíró lekerültem ide Tatabányára. A pesti csoportom hónapokig ide lejárt, hétvégeken, de hát ez egy képtelenség volt, úgyhogy fájó szívvel feladtam a pesti csoportot. De hát ugye a barlangkutatás egy olyan méreg, amivel ha beoltódik az ember, akkor nem lehet tőle szabadulni. És aztán itt is összeverődtünk többen, akik természettudományos érdeklődési emberek, és aztán megalakítottuk itt is a barlangkutató csoportot. Természettudományokat azt itt karolták fel, elsőként az országban, és ez Szirtes László volt igazgató érdeme, és meg kell említenem Pap Zsuzsát, Szirtes jobb kezét, aki mindenben segítette ezt a csoportot. Tehát a Skoflek-féle természettudományi stúdióba integrálódott bele annak idején a barlangkutató csoport, aztán a későbbiekben együtt dolgoztunk. Mi volt a 15 év legemlékezetesebb eseményem? Hát végeredményben a Megalódusz barlang feltárása, aminek a létéről mi régóta tudtunk, olyan értelemben, hogy kell lenni ott barlangnak, mert bizonyos ásványok és egyebek, amik ott kijöttek, azok arra utaltak, hogy valahol a mélyben barlang van. De az is nyilvánvaló volt, hogy több méter kőzetet kéne áttörni. Szerencsénk volt. Tudnélik, egy ilyen bicska kőbányászat indult azon a területen. És ez spontán feltárt egy olyan hévizes kürtőt, amin keresztül aztán, hát persze óriási feltáró munkával le tudtunk jutni a Megalódusz barlangba. Milyen a jó barlangász? A jó barlangász? Hát kérem szépen, először is tériszonya nem lehet, ha nem is kifejezetten alpinistának, de első lenni sziklamászónak kell lenni. Nem szabad félni a nagyon kemény fizikai munkától, mert a barlang feltárás az azzal jár. És a vicc az, hogy még tanulni is kell hozzá, legalábbis a geológiai alapfogalmakon túl valamit. 15 év után jött a váltás. Miért volt rá szükség? 15 év után azért volt rá szükség, mert végül is hát a kor is meghatároz valamit. Most fizikailag én ugyan még bírtam volna, na de az elfoglaltságom is úgy alakult. Tanítás az újságíró főiskolán, szerkesztői beosztásba dolgozni napi lapnál. Nagyon sokat publikáltam tudományos és népszerű cikkeket és egyebeket, hogy tulajdonképpen időzavarba kerültem. Aztán ugye fölnőtt az új nemzedék, és ugye az egyik tanítványom Almádi Zoltán felcseperedett, mert amikor hozzánk került, akkor még azt hiszem gimnazista volt. Ő is elvégzett geológiai tanfolyamot, tehát kikupálódott, úgyhogy alkalmossá vált a vezet, és ez úgy spontán átkerült hozzá. Én ugyan szép csendesen, nem angolosan léptem le, hanem ugyan ne legyen fájdalmas saját magam számára se az elszakadás, de hát ezért. Hogyan él, hogyan működik ma a szakcsoport? Hát szerencsére 25 éve szinte szakadatlan intenzitással. Azt hiszem, hogy egy elég nagy idő, hát egy emberöltő lassan. A eredeti feladat, tehát az eredeti cél most is fennáll Tata és környéke karsz jelenségeinek, barlangjainak, forrásainak, szóval minden, ami ezzel a témakörrel összefügg, ezeknek a kutatása. Pályázatokból élünk zömmel, akkor a művelődési központ ad helyiséget, tehát nagyon fontos a sok holmink elraktározására,
De többnyire a tagok egyéni befizetéseiből, meg valami jelképes tagdíjból, de hát az elenyésző. Kik és számszerűleg körülbelül hányan alkotják jelenleg a csoportot? Hát az összetétel teljesen heterogén, ez is benne az érdekes, mert itt hát én nem tudom, 14 évestől 70 évesig mindenféle ember előfordul, foglalkozásukat nézve pedig itt segédmunkástól, nem tudom, sírásó is volt egy időben, mérnök, tanár, szóval mindenféle ember előfordul a csoportban. Megvan pontosan a kutatási terv, nem is lehet ezt másképp csinálni, mert barlangfeltárás csak központi engedéllyel lehet. Tehát kutatási engedély szükséges hozzá, kutatási terv, tehát mi ezek alapján haladunk, és hát megvan nekünk is rövid, meg hosszabb távú tervünk. Hát a hosszabb távú tervünk az, hogy a Tatán levő összes ilyen jellegű karsztobjektumot föltárjuk, és hát dokumentáljuk. Utánpótlás? Utánpótlás, nehéz kérdés. Valahogy egy kicsit megváltozott a, hát most már egy kell mondani, a fiatalok összetétele, sajnos már magamat se sorolhatom oda, mert nagyon szeretnek csavarogni, mászkálni, ugye hegyekbe, meg szikla, meg minden, de amikor arról van szó, hogy a kitartó mindennapi, vagy minden hétvégén történő kemény fizikai munka, barlangfeltárásról legyen szó, akkor már egy kicsit nehezebben lehet őket aktivizálni. Szóval azért jó hobbinak tartom, egy tipikus egészséges hobbi, mert itt ezt nem lehet esztelenül csinálni, hogy na most csak a testemet mozgatom, tehát nem csak a testem mozog, hanem ezt csak ésszel lehet csinálni, mert különben az ember például egy rossz csákányütéssel, mint a évmillióknak a nyomait tünteti el, tehát nagyon kell vigyázni, hogy mit török le, mit ások ki, hagyok-e maradványokat a későbbi fejlettebb kutatási módszerek számára. Szóval ez egy ilyen vegyes dolog. A szabadidő nagyon értelmes, egészséges és hasznos eltöltésének tartom. Én nagyon szeretném azt, hogyha a tatai barlangokat valahogy sikerülne maradéktalan, bár maradéktalan föltárás vagy felkutatottság nincsen, mert mindig lehet hozzátenni valamit, de jó lenne még amennyit csak lehet felkutatni, amíg én aktívan tudok ebben a dologban működni. Hát nagyon izgat még bennünket a gimnázium alatti eltemetett, vagy pontosabban lefedett barlangnak a miben léte, mert arról csak nagyon csekély információink vannak. Tehát ez lesz majd egy távlati terv, de dolgozunk a Gerecsében, Agostyán mellett a Gorbahegyen, ez is egy nagyon ígéretes barlang, meg még itt Tatán is van több olyan lyuk idézőjelben, amivel még rengeteg munkát kéne belefektetnünk. A rendőrségi hírek után a sportösszefoglaló következik. Jó estét kívánok! Október 25-én 21 órakor Tatai kapitányságra bejelentés érkezett, miszerint Tardos, Rákóczi út 102 szám alatti házba egy állatos férfi behatolt és tetleg bántalmazta az ott lakó EJ-nét, majd a lakásban értékek után kutatott. Az idős hölgyet támadója ellökte, mely által csípőcsonttörés szenvedett. Az elkövető miután nem talált értéket, üres kézzel távozott. A nyomozás során kiderült, hogy a bűncselekményt CN 19 éves fiatalember követte el, aki a sértettel közös udvarban lakott. A büntetett előletű férfi a kihallgatás során beismerte tettét, az eljárás befejezéseig szabadlábon védekezhet. November 2-án este fél hétkor Naszájon a Rákóczi utcában lakó CJ sértett, arra lett figyelmes, hogy kutyája erősen ugat az általa nem használt szoba ajtajánál. A szobában egy állatos férfit vett észre, aki holmiai között kutatott. A férfi pénzt követelt a sértettől, miközben bántalmazta. A hölgy pénztárcájában mindössze 100 forint volt, mely az ismeretlen elszaladt. A nyomozás adatai alapján kiderült, hogy a bűncselekményt fiatalkorú KKC 17 éves naszályi lakos követte el, aki november 14-én beismerő vallomást tett kapitányságunk bűnügyi osztályán. Ismeretlen tettesek ellen indult eljárás, akik november 2-án az éjszakai órákban Naszály Rákóczi utcában egy családi ház nyitott garázsából eltulajdonítottak két darab 11,5 kilós gázpalackot, kézi szerszámokat, sátrat, két darab kempingkerépárt, egy darab 20 literes benzines kannát és egy darab 30 méteres hosszabbítót. A keletkezett kár körülbelül 100 ezer forint. November 8-án a járőr igazoltatott két fiatalembert, akik egy Walbur típusú gépkocsival közlekedtek a városban. Mivel a gépkocsiban lévő gázpalackokkal nem tudtak elszámolni, a járőr előállította kapitányságunk ügyeletére.
Fiatalkorú KHT 15 éves és szintén fiatalkorú CB 16 éves tatai lakosok a kihallgatás során beismerték, hogy a naszai lopást ők követték el. Az eltulajdonított tárgyak az eljárás során megkerültek. Ismeretlen tettes ellen indult eljárás, aki november 9-ére Viradóra Tata Petőfi út 11 szám alatti műhelyből eltulajdonított két darab Hilti üsbefúrót. Amennyiben valakinek eladásra kínálnának egy 52-es, illetve egy 22-es típusú ütvefúrót, jelezve kapitányságunk bűnügyi osztályán. Ugyanezen a napon a sértetnek tatai hétvégi házát is feltölte ismeretlen tettes, akit az elkövetés ideje alatt megzavart a tulajdonos, így látta, amikor egy narancssárga színű Skoda 120 típusú gépkocsiba beszállt, illetve elmenekült. Felhívjuk a hétvégi ház tulajdonosok figyelmét, amennyiben valaki látna a narancssárga színű Skodát a hétvégi házak környékén, telefonáljon a tatai kapitányságra a 07-es telefonszámra. Köszönjük segítségüket! Tatai kapitányság bűnügyi osztálya csalásvédség alapos gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettesek ellen, akik szeptember 20-án megjelentek Tatán egy ház előtt azzal, hogy 30 mázsa szenet hoztak megrendelés alapján. A ház tulajdonosának lánya beengedte a szállítókat, akik a szenet behordták a tárolóba, majd 30 ezer forintot kértek és kaptak nyugta ellenében, amelyen a Tata Szén Kft. Bélyegzője szerepelt. A tulaj hazaérkezésekor derült ki, hogy ő szenet nem rendelt, valamint a behordott szén is csak 11,5 mázsa volt. Az elkövetők egy fix platós ifával voltak, melynek rendszáma Ferenc Ilona Ferenc 848. Kérjük a lakosságot, amennyiben valakinek az említett módszerrel szenet kínálnának eladásra, jelezze kapitányságunk bűnügyi osztályán. Felhívjuk a kereskedők, bolti eladók figyelmét, hogy a közeledő ünnepekre való tekintettel megemelkedett a lopások, illetve a vagyon elleni bűncselekmények száma. Ezért körültekintőbben szolgálják ki a vásárlókat. A vásárlók vigyázzanak értékeikre a zsebtolvajokra tekintettel, illetve a megvásárolt ajándékokat ne hagyják őrizetlenül. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Jó estét kívánok! Ma esti bőséges választékunk listája, diákolimpikonok köszöntése, sakk, TAC hírek és foci természetesen a végére. Előző heti adásunkban már említettünk, hogy Tataváros vezetése köszöntötte a terület és az országos diákolimpiákon jól szerepelt fiatalokat. Mi is ott voltunk. Szapanos István sporttanácsnok köszöntötte a városvezetőit, megyei sportirányítóját, dr. Partali Lászlót, valamint megyénk diák sportjának két főnökét, Juhász Jánost és László Ferencet, valamint nem utolsó sorban városunk legjobb diákolimpikonjait. Ezután Kerti Katalin polgármesterasszony röviden beszélt a városi fiatal sportolók teljesítményéről, majd átnyújtotta az ajándékokat. Az általános és középiskolás kategóriában tehát összesen 86-an vehették át Vég Ákos keramikus művész plakettjét és Strobel Árpád Tata nevéről kiadott munkáját. Itt voltak városunk legjobb atlétái, kézilabdázói, kosarasok, dzsúdósok, sakkozók, súlyemelők, vívók és természetesen tanáraik, edzőik is. Már második éve a testület elhatározta, hogy a sportalap terhére minden évben szeretnék köszönteni a diákolimpián szerepelt sportolóinkat, akik munkájukkal, eredményükkel ezt az eredményt elérték, dicsőséget hozva a családnak, Tatának, szüleiknek és a szeretett sportáguknak. Itt elhangzott, hogy egy kicsit a reklámja is a városnak, ha a város diákjai jól sportolnak. Igen, egy olyan reklámhordozók ők, amelyre maga a felajánló cég vagy vállalat is büszke, de büszke az iskola is, és mi arra vagyunk büszkék, hogy az ország több helyszínén szerepelnek a gyerekek, és ott szerepelnek Tata néven. Vannak sportágaink, akikkel minden évben találkozunk, és én úgy érzem, hogy éveken belül mindig fogunk találkozni. Hát ilyen a kézilabda, a vívás, a judó, a futás és a sakk. És a súlyemelésről, és nehogy elfeledkezzünk, mert nagyon szép eredményeket érnek el most a Tatai Atlétikai Klub szakosztályában. Négy országos csúcsot állítottam föl, szakításban is kettőt, meg lökésben is kettőt. Úgy tudom, nem Tatán laksz. Mik azok a szálak, amelyek ide kötnek? Hát itt tanulom a mezőgazdasági és élelmiszeripari szakmunkás képzőiskolában, PÉK szakom, és hát első évben úgy volt, hogy kollekciós voltam.
azt kiraszkodtam utána a koleszból, de viszont, ahogy ide járok, még Tatára is járok edzeni. Szóval otthon edzek, de viszont itt Tatai színeibe indulok, igen. És egy aktuális esemény is okát adja, hogy még tovább kérdezősködjek. Az elmúlt hét végén a ifjúsági országos bajnokságon Szerencsen csodálatosan szerepeltél. Az edzésen, amikor jártunk, sajnos nem voltál ott. Most idézd fel ezeket a perceket számunkra. De hogy le vagyok sérülve a gerincemben, ezért nem indultam újabb országos csúcsot, nem csináltam meg, de viszont 60-at szakítottam, azóta 55 volt a kezdőfogásom, de az egyik az nem sikerült, a második sikerült, és harmadik fogásom viszont 60 kiló volt. Lökésben kezdtem 55 kilón, és csináltam 60 kilóig, de még rámentem egy országos csúcsra is, 80,5 kilogrammal, és így nyertem meg a... Ez junior csúcs, vagy pedig a felnőtt is? Junior csúcs, mert a felnőtt az már nyilván több. Szeretnék jutni jövőre rendezett Európa-bajnokságra, itt lesz Tatabányán, és szeretném megnyerni. Hármas holtverseny volt az élen, a tiszaújvárosiak, a zalaegerszegiek és mi tataiak vívtunk nagy csatát az elsőségért, és végül is jó hajrával a második helyre futottunk be a tiszaújvárosiak mögött. Hogyan kell felkészülni egy sakversenyre? Ha tudjuk az ellenfeleket, akkor egyszerű dolgunk van, mert számítógépből meg tudjuk nézni a partjait. Hát ha nem tudjuk az ellenfelet, akkor nehéz. Bokros Albert neve nagyon sok embernek ismerősen cseng. Még egy apropója van, nem csak a Diákolimpián elért sikeret, hanem az elmúlt héten, két hétben Spanyolországban a korosztályos egyéni világbajnokságon is jártál. Mesélj erről nekünk! Most voltam ki Spanyolországban két hétig a világbajnokságon. A 14 éves fiúk csoportjába játszottam. 11-ből 7,5 ponttal a 5.-10. helyen végeztem, és abból sajnos legrosszabb volt a progresszív számításom, és így 10. lettem. De a mezőny nagyon erős volt, mert 2300-asok és 400-asok is játszottak a mezőnybe. Számunkra ezek a számok egy kicsit talán már érthetetlenek, de a magyarok között hogyan szerepeltél? Hát egy magyarként voltam a csoportomban, és az magyar válogatott egy bronzérmet szerzett a 16 éves fiúk között. Sajnos úgy látjuk, hogy csak a fiataloknál vannak nagy sikerünk, később mi történik a tatai sportolókkal? Gondoltunk erre is, hogy nem szeretnénk elhagyni azt a sportágakat is, amik a felnőtt sportolók űznek. Ezeknek a díjazására február hónapban kerítünk sort egy nagyobb rendezvényen, ahol szintén szeretnék köszönteni a városvezetői az országos bármilyen eredményt terít, vagy világversenyen elért versenyzőknek a sikereit. És ha már sakknál tartottunk, folytassuk is sakkal. Szombaton a Kristályszálloda éttermében tartotta bemutatkozó összejövetelét a Géniusz Tata Városi Sakkegyesület, amelyre meghívták a város társadalmi életének sok jeles képviselőjét, és természetesen ott voltak városunk sakkszerelmesei is. Igény mutatkozott a városban, méghozzá erős igény többféle szempontból is, vagy többféle felosztásban is, hogyha a városi polgárságot tekintsük. Egy olyan végül szervezet létrehozására, amely tényleg a mai viszonyoknak megfelelő lehetőségeket nyújt a tagjainak a számára, akár hobbi és akár versenyszinten. Kik tartoznak az alapítók közé? Van egy idősebb korú játékosunk is, de tényleg alapvetően azok a fiatalok, akik a Jóka néni sakszakkoréből úgymond kinőve fejlődtek fel olyan szintre, hogy tényleg a megyei bajnokságban is játszanak. És tényleg itt a történeti okok azok, hogy itt a városnak utoljára nagyon régen volt sakkcsapata, és ezt követően egy ilyen végülis pangó időszakában, ahol tényleg Jóka néni vitte csak a tovább a sakkot a városban. Mi jelenti a bázist az egyesületnek? Hát az egyesületünk bázis egyrészt, ha utánpótlásról beszélünk, akkor a négyes iskola biztosított minket a támogatásáról, de ahol ez nem megoldott, más általános iskolákban is szerveztünk sakszakköröket, mint például a Jászmi iskolában. Na most ez az utánpótlás önmagában nem lenne elég, szeretnénk úgy szélesebb körben is végül is bevezetni a városi sakkéletbe a sakkot, mert csak így van létjogosultsága, és ezért a amatőr játékosoknak is szeretnénk lehetőséget biztosítani, illetve klubot szervezni. A megyei sakkszövetségnek vagyunk a tagja, és abban a
tehát a bajnokságban indulunk egyelőre, de a játékos állományunkat tekintve a igazoltakkal vagyunk olyan erősek, hogy a dobogóra várjuk, és hát ha megnyerjük, akkor lehet tovább lépni a OB2. A nevükben szerepel a Tata város neve. Milyen támogatást kapnak a várostól? Hát támogatást olyan formában kapunk, hogy most megkaptuk a Tata város címer használatának a jogát, és ez nekünk egy erkölcsi támogatás is. Városunk elég jól, elég gazdagon rendelkezik saktehetségekkel és klubokkal, és tudomásom szerint létezik még egy. Hogyan áll a két klub? Nézze, az köztudott dolog, hogy a tagságunk több része a Pán-Európa Kft. Által működtetett sakkörben játszott. Ez végül is egy ilyen átmeneti megoldás volt. 5 éven keresztül támogattak minket, de mint mondottam, igény merült fel egy olyan demokratikus önkormányzattal rendelkező szervezet kialakítására, ami tényleg lehetőséget biztosít a sakkozóknak, és mi ebben a formában találtuk meg ezt. És milyen lesz a viszony a két klub között? Hát az csak tőlük függ. Más. Az utóbbi időben örvendetes, jelentős változások történtek a TAC épület komplexumában, csarnokában. Ezügyben kerestük meg Komáromi Lajost, az ügyvezető elnököt, és ha már ott voltunk, rákérdeztünk egy olyan híre, amely az újságban volt olvasható, amely szerint 2 évre Komáromi Lajost eltiltották a kézilabda játékvezetéstől. Hallgassuk tehát az elnököt. Nem éppen szokványos dolog, hogy az egyesület ügyvezető elnöke a lelátón foglal helyet, tehát akkor itt tudakoljuk. Miért a TAC házatáján? Hát először a kérdés első részére térnék vissza. Én általában innen nézem a hazai csapat mérkőzéseit, szeretek a nézők között lenni, kíváncsi vagyok a nézők véleményére, mi a véleménye a csapatról, a körülményekről. A kérdés második felére, hogy mi újságot adsznál, hát örömmel tudom tájékoztatni a Tatavára sport szerető közönségét, hogy óriási beruházást hajtottunk végre. Sikerült november 1-én beüzemelnünk a gáztüzelést, és ami a legfontosabb, ami évek óta, 15-20 éve nem volt megoldott kérdés, tornacsarnokunknak megoldott a fűtése egy korszerű, feketeernyős infrasugárzással, úgyhogy ez a kérdés az hiszem a legfontosabb jelen pillanatban az egyesület életében, hogy az apró gyerekek és a sportolók nem fáznak a csarnokba. Hány tagja van ma a TAC-nak? Jelen pillanatban igazolt versenyzőnk 360 fő körül van. Közelmúltban volt egy elnökségi ülés, mivel foglalkozott az elnökség? Az elnökségi ülésnek 2 frekventált napirendi pontja volt. Az egyik, mint mindig, sarkalatos pontja a költségvetés. 1-9 hónap gazdálkodásáról volt beszámoló. Az egyesület gazdasági vezetője egy részletes beszámolót tett az egyesület elnökségi tagjai elé. A beszámolót az elnökség tagjai egyhangon elfogadták. Örvendetes tény, hogy az egyesületnek tartozása egyáltalán nincs TB, se APEC felé, és a piac eredményeiből sikerült megoldanunk a korábban említett 2 beruházást is. A piacon is történtek beruházások. Tulajdonképpen ezt az alkalmat meg szeretném ragadni, hogy megköszönjem az önkormányzatnak azt a gesztust, hogy továbbra is a TAC üzemelteti a piacot, és ezzel biztosítva van Tataváros legnagyobb sportes egyesületének és az iskoláknak a folyamatos sportolás. Az újságban megjelent egy hír, amelynek szeretnénk, ha magyarázatát adná. Állítólag önt eltiltották a kézilabda játékvezetéstől. Mi ebből az igazság? A hír addig igaz, hogy az újságban is megjelent. Megjelent a megyei kézilabda szövetség körlevelében is. Tulajdonképpen arról van szó, hogy egy koncepciós pert indítottak ellenem. Néhányan nem tudják elviselni, hogy a TAC létezik és életben van, és ebből kifolyólag a szövetségen keresztül szeretnének érvényesíteni ellenem különböző szankciókat. Konkrétan arról van szó, hogy megyei kézilabda szövetség nem tudom milyen bizottsága első fokon hozott ellenem egy fegyelmi határozatot, miszerint 1 évre eltiltottak a kézilabda játékvezetéstől. Ezt a megyei elnökség másodfokon kevésnek találta, és mindenféle tárgyalás nélkül hozott egy másodfokú határozatot, ebben 2 évre tiltottak el. Hangsúlyozni kívánom, hogy semmi különlegeset nem követtem el. Megyei kézilabda mérkőzésekre a saját személygépkocsimat számoltam el úti költségként, vittem a társamat, Kassa Jánost, és
ő egy fillért nem vett föl. Az ügy azért is kellemetlen, mert lépten nyomon megkurcolnak, pocskondiáznak, és tulajdonképpen az ügy felülvizsgálati szakaszban van a Magyar Kézilabda Szövetségnél. Dokumentumokkal tudom bizonyítani, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség illetékes jogi bizottsága megkezdte a minden részletet terjedő felülvizsgálatot, tehát az ellenem hozott fegyelmi határozat nem jogerős, és nem is, mintha meg se történt, én ezt úgy kezelem. És ennek a vizsgálatnak az állásáról, a folyamatáról természetesen kellő időben kérdezhetünk? Természetesen én fogom kérni a lehetőséget, hogy írásos bizonyítékokkal bizonyítsam be, hogy valóban elkövettem egyfajta szabálytalanságot, hogy van egy érvényben lévő megyei intézkedés, hogy hétvégén csak buszt közlekedést lehet számolni. Én bátorkodtam elszámolni a saját gépkocsimat, bizonyítva azzal tudom bizonyítani, hogy az a vád ellenem, hogy megkárosítottam az egyesületeket. Az egyesületeket nem károsítottam meg, mert így kevesebb pénzt vettünk a társammal, mintha a buszköltséget számoltunk. Még egy nagyon lényeges kérdés. Az éremnek van egy másik oldal is. Az elmúlt év végén Tatai edzőtábora volt, a Megyeri Serdülővel volt ott a országos döntője. Mi a Kassa János barátommal ezeket a mérkőzéseket ingyen vállaltuk. A torna végén odahoztak nekünk 5000 forintot, hogy mégis fizetnek pénzt. Mi ezt az 5000 forintot Molnár László és Szappanos uraknak átadtuk, felajánlottuk az utánpótlás nevelésére. Ez is hozzátartozik a történethez. Sporthírek. Judo. Diák országos bajnokság volt Miskolcon, ahol a 30 kg-os súlycsoportban második helyezett lett a TAC-ból a hallgatag Sós Peti. A Mirelta VS-e szintén a hétvégén újonc országos leány párbajtőr versenyt rendezett Tatán az edzőtáborban. 8 klub 31 indulója között 5. helyezett Izsó Krisztina Mirelta VS-e, 8. Laborc Izabella. Izsó Krisztina egy győzelemmel maradt le a dobogót eldöntő holt versenyről szól a jelentésünk. Utolsó témánk labdarúgás, vagy pedig foci. Utolsó hazai mérkőzését játszotta a megyei első osztályban a TAC labdarúgó csapata. A kérdés az volt, hogy a múlt heti botlás a Sári-Sápi egy pont vesztés után vajon sikerül-e eredményesen zárni az évet. Az ifjúsági csapat ugyancsak megadta az alaphangot, hiszen 17-0 arányban győzött a piliscséviek ellen. Sárga-kék mezben, tehát a piliscsévi első csapat próbálta megállítani a TAC hengert, hogy sikerül-e, hamarosan megláthatják. Ezzel én búcsúzom önöktől, találkozunk a jövő héten, a viszontlátásra. Egy perces gyászszünet vezette be a mérkőzést a közelmúltban elhunyt Janowski Szilveszter emlékére, akit Litya néven talán többen ismertek. A 60-as években jobb hátvédet játszott a TAC-ban. Balog játékvezető sípjelére mintegy 250 néző előtt, fekete-fehér mezben a TAC az alábbi összeállításban kezdett. Balakovics a kapuban, török, német, Melovics, Marosi, Kele, Ferkó, Cseh, Bogár, Incédi és Mártonfi. Hazai támadásokkal indult a mérkőzés a 6. percben, Bogár szabadrugását Mártonfi fejelte a lik fölé. Majd Incédi lövése pattant egy védőről ugyancsak a kapu fölé. Még csak a 9. percben járt az óra mutatója, amikor megszereztük a vezetést. Ritz bombája Ferfó elé került, aki közelről nem hibázott. 1-0. Nem sok ideje maradt a piliscsévieknek soraik rendezésére, mert a 19. percben Kmelovics nagy lövése Cseh Zsolt elé pattant. Ő közelről a kapuba helyezett, 2-0. Jól ment a játék a 7-es számú Ferkónak. A szúnyog becenévre hallgató csatár ugyanis a szószoros értelmében csomót kötött a védők lábára, és megszerezte a 3. gólunkat. Piliscsévi szabadrugás jött válaszul, amelyet hálított Valakovics. A 35. percben a nagy kedvel játszó Ferkó bal összekötő helyéről hatalmas gólt lőtt, 4-0. És még csak fel sem ocsódott az ellenfél a kábulatból, amikor Cseh Zsolt egy korszerű jobb összekötő helyén vezetett támadás végén átemelt a nehézkes védő mellett, és elegánsan a kapuba helyezett. 5-0. Az első félidő befejezés előtt még Incédinek volt egy lövése. Milyen a csapat a törzszurkoló szerint? Hát kérem szépen, már egyszerűen nyilatkoztam, mióta a csapat, tehát ugye az eredményen meg is mutatkozik, egy X-elünk van, X-elésünk van, a többi mint győzelem. Ez megmutatkozik abban a vezetőségnek a odaadó munkája, valamint a csapatmunka. Én akkor elmondtam azt, hogy a csapat össze fog kovácsolódni. Úgy látom és úgy is érezzük, mint a nézők, hogy megérett az MB3-nak a szereplésére. Van egy törzsközösségünk, 30-40 főből áll, és azok általában egy-két hiány azért általában itt vannak.
A második félidő első 10 percében fiaink mintha megelégedtek volna az 5 gólos előnnyel. Csak a pálya középső harmadában vezettek támadást, onnan kiismerhetővé váltunk, és a piliscsévjek mindig közbe tudtak lépni. Ám az volt a problémájuk, hogy ők viszont tudásuk hiány nem igen jutottak el kapunkig, vagy ha eljutottak, akkor nem igen változott az eredmény. Aztán a 13. percben kialakult végre egy gólveszélyes helyzet. Ferkó csatázott a védőjével a 16-oson belül, középre ívelt, és Mártonfi a 11-es pontról a kapuba fejelt. 6-0. Röviddel ezután Cseh Zsolt szólója volt, és közelről, nagy helyzetben a kapu mellé lőtt, nem változott tehát az eredmény. Aztán még egy taszt támadás, és Kele nagy vonalon a kapus ölébe fejelt. Marosi és Cseh, bejön Héder, 12-essel, 13-ason Szabó Tamás. A cserék után feljavult a csapatunk játéka, itt éppen egy gyors tatai támadást látunk, Kele vezeti a labdát, tovább tolja Kmelovicsnak, aki minden teketória nélkül a kapu jobb alsó sarkába lő. 7-0 az eredmény, és még csak a 33. percben járunk. Cseles Piliscsévi szabadrugás, és gól a vége, a szerzője a 3-as számú Ház, az eredmény 7-1. Újabb tatai támadás a középpályán, Kerre körülnéz, tovább passzolja a labdát a most beállt Szabó Tamásnak. Szabó Tamás igazít egyet, jobb lábbal borzalmas gólt rúg. 8-1. És még mindig nincs vége. Egy lesgyanús helyzetben a 9-es számú szlovák lép ki, és beállítja a 8-2-es végeredményt. A tavaszi második helyezés után továbbra is szerettem volna a csapatot megerősíteni. Jöttek új játékosok, Kele Zoltán, Cseh Zsolt és a Kozár Tibi személyében, ők beépültek a csapatba, úgy érzem, hogy az a csapatépítés, ami tavasszal elindult, az most tovább folytatódott ősszel. Én az elképzeléseimben annyit próbáltam tervként, célkitűzésként a csapat elé kiállítani, hogy szerettünk volna a dobogó közelben maradni, lehet, hogy talán egy kicsit óvatos voltam ebben a kérdésben. 75%-os teljesítményt próbáltam a csapat elé kitűzni, ezt a csapat jóval túl teljesítette, de ettől függetlenül én úgy érzem, hogy ez az eredményt reálisan kell értékelni, tehát azokat a hibákat, mint például a mai mérkőzésen is a második fél időben ezeket a jövőben ki kell küszöbölni. Május 12-e óta hazai pályán a nyerges ellen egy döntetlent értünk el, azóta 19 mérkőzést nyertünk sorozatban, hát ez sokáig nem mehetett, végül is Sári Sápon az első fél időben, hát ha berúgjuk a helyzeteinket, akkor úgy érzem, hogy még szebb lett volna ez az eredmény, de úgy érzem, hogy nem kell azért így sem, hát szégyenkeznünk az eredmény miatt. Hát továbbra is szeretnénk még egy héten kétszer mozogni, és aztán hát szeretnénk a csapatot egy-két helyen még megerősíteni. Vannak nevek, ezek jelen pillanatban még folyamatban vannak, és hát én úgy érzem, hogy jelen pillanatban első helyen vagyunk, de ez az első hely, mint ahogy már mondtam azt, hogy egy kicsit a gyenge mezőnynek is tudható be, de ezzel nem akarom a játékosaimnak a teljesítményét kicsinyíteni, ezt ők is tudják, keményen kell továbbra is hát edzenünk, és úgy érzem, hogy a további már a vezetőségnek a dolga lesz. A sport összefoglaló után, a stáblista előtt a mai alkalommal stúdió vendégünkkel, jó estét kívánok dr. Lázár Erika pszichiáternek. A hipnózisról beszélgetünk majd, várjuk az önök telefonjait is, amennyiben szeretnének bekapcsolódni a beszélgetésbe, 383-523 a telefonszámunk. Újabban rengeteg kiadvány foglalkozik ismét, mintha most fedeztük volna fel a lélek erejével. Pedig a hipnózist, azt mióta az ember él a Földön, azóta tulajdonképpen használják. Igaz, hogy máshogy nevezik a különböző vallásokban, a különböző nyelvterületeken, a különböző szokásvilágokban, kultúrákban, de azért ez mind csak hipnózis. Hát hogy is van ez? Igen, hát a ránk maradt írásokból, az ókorból ismert már, hogy 4000 éve használják a hipnózist a gyógyításban, tehát tulajdonképpen akkor a ókori görög papok vagy zsidó vallásban a gyógyító ritusokban használták módosult tudatállapotot, illetve hipnózishoz hasonló állapotokat, amelyekben tulajdonképpen a gyógyításra való szuggesztiókat alkalmaztak, és ennek hatására gyógyultak a betegek. Úgyhogy... Mi az a hipnózis tulajdonképpen? Hát tulajdonképpen ez egy olyan állapot, egy módosult tudatállapot. Nem egy éber állapot, hanem egy módosult tudatállapot.
nem egy varázslat hatására, hanem ez tulajdonképpen minden embernek a személyiségébe van építve. Ez egy személyiségvonás tulajdonképpen. Tehát a hipnotizőrnek nincs varázsló ereje és különleges képessége. Tehát tulajdonképpen minden embernek van az a képesség, hogy bizonyos körülmények között, bizonyos ingerek hatására képes módosult tudatállapotba kerülni. A történelem folyamán, a hipnózis története folyamán mindig felhasználták ezt? Igen, igen. Hát tulajdonképpen elsőként, aki orvosként alkalmazta a hipnózist, ez Anton Mesmer volt a 18. században. Ő egy bécsi orvos volt, aki mágneses fémekkel kísérletezett, tulajdonképpen azt vizsgálta, hogy a mágneses fémek hogy hatnak az emberekre, és ő észrevette a kísérletei során, hogyha egy betegnek egy ilyen mágnesesezett fémet a szem elé tett, akkor ez nagyon gyorsan transz állapotba került, és hogyha még használt hozzá ilyen a gyógyításra adott szuggesztiókat, akkor enyhültek a beteg panaszai. Ugyanebben az időben, Mesmerrel egy időben, egy angol tudós, Bride, felfedezte azt, hogy nem csak fiziológiás hatásai vannak ennek a dolognak, hanem pszichés alapon jön létre a hipnotikus állapot, és tulajdonképpen ő használta első alkalommal ezt a szót is, hogy hipnózis. Aztán az első világháborúban már frontorvosok kiterjedten használták a hipnózist, fájdalomcsillapításra, a háborús neurózisok kezelésére, és a 30-as évektől kezdve kezdték kutatni a hipnózist, hogy hogy működik, milyen fiziológiai mutatókkal, milyen változókkal együtt jön létre, és akkor már az Egyesült Államokba került át tulajdonképpen a hipnózis kutatásnak a súlypontja, és onnantól kezdve ott vizsgálták a hipnózist. Mindig gyógyításra használták, mert azért, hogyha megnézzük a filmeket, és különösen a videótékák mostani kínálatát, akkor rengeteg olyan horrorfilm van, amiben tulajdonképpen ilyen lelki kapcsolaton keresztül történnek a rossz dolgok a szereplővel, a főhőse. Tehát mindig gyógyításra használták, ezt misztifikáljuk is azért elég szépen. Igen. Hát én úgy gondolom, hogy azért misztifikálták azelőtt, meg most is, mert ez elég ilyen titkos, meg azelőtt nem tudták, hogy ez a dolog hogy működik, és amiről nem tudjuk, hogy hogy működik, azt hajlamosak vagyunk misztifikálni. De hát minél több kísérlet és kutatás és tudományos eredmény látott napvilágot, annál jobban kiderült az, hogy ez egy teljesen természetes dolog. És ugyanakkor azt is tehát tudományos alapra helyezték, hogy létrejönnek mindennapi, tehát ilyen hétköznapi transz állapotok, például a hosszú távfutónál, aki, hát lehet, hogy valaki próbált ezt, hogy hosszú távon fut, akkor peregnek események a szem előtt, és több dologra tud figyelni, például ez is egy módosult tudatállapot. Vagy például, hogyha valaki megérez egy illatot, és eszébe jut, hogy hol látta ezt, és hozzá képek is megjelennek, ez is mindennapi úgynevezett hétköznapi transz állapotoknak hívjuk. Úgyhogy ez teljesen természetes dolog. Ugyanilyen hipnotikus állapotba kerülnek azok a többnyire csapatjátékot játszó játékosok, például a kosárlabdánál, röbbinél szintén filmekben látjuk, főként nem tudom itthon mennyire alkalmazzák, amikor benne a meccs előtt az edző, mi vagyunk a legjobbak, és hergeli a játékosokat, a végén már úgy mennek a pályára, mint az oroszlánok. Ez is valami hasonló? Hát igen, hasonló állapot, tehát serkenti arra, hogy eredményt produkáljanak a sportolók, és tulajdonképpen a hipnózist erre is használják, tehát a sportolók felkészítésére, mint terápiás célból. Tehát nem gyógyítás, de felkészítésre használják, hogy eredményesebben működjenek. Melyek a hipnózis szintjei? Tulajdonképpen szintjei. Három szintjét ismerik a hipnózisnak. Az első szint ez egy könnyű transz állapot, a második a közepes transz állapota, és egy mély, a harmadik a mély transz állapot. Tehát a könnyű transz állapotban az a jellemző, hogy talán még nem is érzi a páciens, hogy transz állapotban van, reagál a szuggesziókra, de esetleg még mérlegeli azt, hogy úgy van ez, vagy nem. A közepes transz állapotokra az jellemző, hogy a külvilág kezd eltávolodni a pácienstől, egy ilyen ellazult állapotba kerül, és képes befogadni a szuggesziókat, és tehát végre is hajtja azokat. Tulajdonképpen
a harmadik a mély transz állapot, amin szomnambul állapotnak hívnak még, de hát ez a cirkuszi hipnózisban szokták látni, ez nagyon mély hipnózis állapot. A gyógyításra ezt nem igazán használják, és tulajdonképpen az emberek 5%-a képes ilyen mély transz állapotba eljutni. Ez a cirkuszi hipnózis, ez az, amit nagyon gyakran néhány éve mióta megjelentek nálunk, innen-onnan különböző természetgyógyászok, meg hipnotizőrök, mert ők nem hipnoterapeuták, hanem ők hipnotizőrök, és a színpadon, amikor a közönség soraiból kikértek valakit, és ott lebegtették, meg eldőtötték, igen, ez jelenti? Igen, igen, ezt jelenti, ez elég mély hipnotikus transz állapot, és még az is a sajátos jellemző ennek az állapotnak, hogy az illető nem emlékszik arra, hogy mit tett, mit mondott ebben az állapotban. Rossz dolgokra felhasználható ez? Hát nem igazán, tehát a páciens vagy az alanynak az akarata ellenére nem igazán lehet felhasználni. Tehát, hogyha az illető nem akarja azt megtenni, akkor nem tudja még felhasználni. Még ilyen mély szinten sem? Nem. Még akkor igen, sem. Működik egy bizonyos gát, amit tovább már nem tud befolyásolni az a hipnotizőr. Tehát. Mert gondolom nagyon sokunkban ez az egyik gátja annak, hogy engedjük magunkat hipnotizálni, hiszen említette a doktornő, hogy szinte mindenki hipnotizálható, ha engedi magát. Az, hogy valami olyasmitől félünk, hogy esetleg uralkodni akar rajtunk valaki. Olyasmiket szed ki belőlünk, csúnya szóval, amit mi nem akarunk igazából elmondani. Milyen lehetséges? Hát nem, mert az első alapszabály az, hogy csak azt hipnotizáljuk, aki vállalkozik erre, és aki szeretné ezt. Tulajdonképpen nem is magát a hipnózist használjuk gyógyításra, hanem az abban történő pszichoterápiás munkát. Tehát, hogyha a páciens vagy az alany nem vállalkozik erre, tehát egyáltalán nem szoktunk használni, akarat ellenére senkit, és nem is lehet. Mi történik a hipnózis alatt? Ehhez lesz egy bejátszásunk is mindjárt, de ugye az elején, ugye egy pár szóval fogaljuk. Hát szerint. Több részben zajlik a terápia, tehát az első része az a hipnózis indukciónak hívják, ez alatt történik tulajdonképpen a páciens bevezetése a transz állapotba, a figyelemösszpontosítás, az ellazulás. A második ez rövid, szakasz... hosszú idő, amíg... Hát ezt elég rövid idő alatt is létre lehet hozni, nem kell különösebben hosszú idő, ez attól is függ, hogy a pácienstől, hogy ő mennyire hipnábilis, mennyire alkalmas erre, hogy ő milyen gyorsan kerül ebbe az állapotba. A második része a hipnoterápiának az a terápiás szakasz. Hát ebben a terápiás szakaszban vagy szimbólumokkal dolgozunk, vagy viselkedésterápiás módszerekkel dolgozunk, és a harmadik szakasz, ez a dehipnózisnak hívják, amikor kihozzuk az illetőt a hipnotikus transz állapotból, és utána történik a megbeszélés, hogy tulajdonképpen mi történt, mit érzett, milyen érzései voltak. Úgyhogy így zajlik. Amit most látunk majd a képsorokon, az a megyei kórház pszichiátriai osztályán készült ez a felvétel. Természetesen a páciens hozzájárult ahhoz, hogy mi a képsorokat leadjuk. Ezzel doktorni nap mint nap dolgoznak ezzel a módszerrel? Igen, igen, dolgozunk az osztályon is, rendelésen is, ambuláns rendelésen, úgyhogy használjuk. Köszönöm szépen, akkor most arra kérem önöket is, hogy nézzék meg, hogy tulajdonképpen hogyan zajlik a bevezetés, a hipnózis szintjén, amikor van a beteg, illetve a kiemelés abból. Csukja be a szemét is. Figyeljen saját magára, a saját testére, és figyelje az én hangomat, és ahogy így elkezdi majd figyelni magát, majd fokozatosan, egyre nyugodtabb, és egyre mélyebb nyugalmi állapotba kerül. Figyelje meg azt, hogy hogyan helyezkedik el a teste a fotelben. És keresse meg azt a pontot, ahol a háta vagy a feje a legerősebben támaszkodik. És talán itt melegséget fog érezni. Figyelje meg, hogy a két lába, a talpa milyen erősen támaszkodnak a talajhoz. És miközben ezeket a dolgokat figyeli, majd elindul egy úton,
amink a legbelsőnk felé vezet. És közben a külső zajok, zörejek fokozatosan eltávolodnak. De ha hall is még valamit, az sem zavarja. Mert képes arra ilyen állapotban, hogy figyeljen saját magára, és figyelje ezeket az apró zörejeket. És figyeljen a légzésére, ahogy ritmusosan be és kilélekez. És minden egyes levegővétellel egyre nyugodtabb és egyre mélyebb tudatállapotba kerül. És ez az állapot segít abban, hogy könnyebben megoldja a problémáit, hogy megszűnjenek a tünetei. És minden egyes levegővétellel a friss levegő szétárad a testében. Az elhasznált levegő pedig eltávozik a kilégzéskor. És minden egyes levegővétellel az izmai is fokozatosan ernyednek, lazulnak. Figyelje meg az izmait, hogyan kezdenek lazulni. Kezdetben a kisebb izomcsoportok, majd fokozatosan a nagyobb izomcsoportokig. Fokozatosan ellazulnak a vállizmok, ellazulnak a karizmok, a hátizmok, fokozatosan ellazulnak a hasizmok, a lábizmok, és hogyha érez még valahol feszültséget, az sem baj. Majd fokozatosan megszűnik. És ebben a kellemes, ellazult állapotban most megkérem arra, hogy képzeljen el egy léggömböt, egy rózsaszín léggömböt, amit a jobb karjára erősítünk. És ahogy ráerősítettük, a szél fújja ezt a léggömböt. És fokozatosan elkezdi ez a léggömb emelni a jobb karját, mert a jobb karját sokkal könnyebbnek érzi, mint a balt. A bal karja ólom nehéz, mintha egy ólom nehéz súlyú lenne. A jobb kéz pedig olyan könnyű, mint a pehely, mintha nem is érezne a jobb kezét, és ez a léggömb, ahogy a karjára akasztotta, emeli a jobb kezét. Egyre magasabbra és magasabbra. Fokozatosan emelkedik, ahogy fújja a szél, nagyon jó, egyre feljebb és feljebb. Emeli ez a léggömb egyre magasabbra és magasabbra. Nagyon jó. És most pedig elengedjük ezt a léggömböt. Elfújta a szél, és a jobb karja most fokozatosan leereszkedik. Már érzi a súlyát a jobb karjának, és fokozatosan a jobb karja visszaereszkedik a fotelre. Nagyon jó. És most már mindkét karját egyformának érzi. A jobb kar és a bal kar is egyforma. Mind a két karja. Nagyon jó. És most pedig ebben a ellazult állapotban megkérem arra, hogy képzeljen el egy virágot, ami itt és most megjelenik. És ha megjelent ez a virág, csak mondja, hogy mit lát. Búzavirág. Búzavirág. Nagyon jó. És milyen a szára ennek a virágnak? Figyelje meg. Vékony, hosszú. Vékony, hosszú. Hány centi lehet a szára? Figyelje meg. Ötven. Ötven centi. És milyen színe van a szárának?
Világos zöld. Világos zöld. Uh-huh. És figyelj meg a leveleid. Milyenek a levelei? Hosszúkásak. Hosszúkásak. Jó. Megkérem arra, hogy távolíts el ezt a képet a virággal, és képzeld el egy rétet, ami itt és most megjelenik. Egy rét, és hogyha megjelent ez a rét, akkor mondja, hogy itt van. Itt van. Uh-huh. Jó. És mi van ezen a réten? Sok apró virág. Sok apró virág. És egy kis tó. Egy kis tó. Jó. És figyelje meg, hogy mi szegélyezi ezt a rétet. Jobbról, balról, előről és hátulról. Mi szegélyezi? Egy kis folyó. Ez melyik oldalról van a folyó? Jobb oldalt. Uh-huh. És fák. Fák. Jó. És milyen nagy lehet ez a rét úgy körülbelül? Mint egy focipálya, vagy annál nagyobb, kisebb? Nagy, tágas. Nagy, tágas. Jó. És milyen az idő? Süt a nap. Süt a nap. És milyen évszak van most? Június. Uh-huh. Június. Jó. És ahogy itt van ezen a réten, figyelje meg, hogy milyen hangokat hall. Emberi vagy állati hangokat. Emberi és állati is. Milyen hangok ezek? Madarak. Uh-huh. Madarak. És egy tehén szekér megy. Uh-huh. Jó. És szagoljon bele a levegőbe, hogy milyen illatokat érez itt ezen a réten. Kellemes. Uh-huh. Kellemes. És mihez hasonlít ez az illat? Milyen illat ez? Minek az illata? Mire emlékezteti ez az illat? Tavasz illat. Tavaszias illat. Tavaszias. Jó. És figyelj azt meg, hogy ez a tó milyen távol van öntől, ahogy most itt áll a réten, milyen távol van? 70 méter. 70 méter. Most megkérem arra, hogy menjen közelebb ehhez a tóhoz, és figyelje meg, hogy milyen ez a tó, milyen nagy. Nyolcvan méter átmérőjű. Uh-huh. 80 méter átmérőjű. És milyen a vize? Szép, tiszta és csillogó. Uh-huh. Szép, tiszta és csillogó. Milyen érzés itt lenni ezen a réten? Hogy érzi itt magát? Itt nagyon jól. Nagyon jól. És mihez lenne kedve ezen a réten? Lepihenni, napozni. Jó, akkor csak tegye meg. Pihenjen le, és napozzon. És szívja magába a nap energiáját, a föld energiáját. Pihenjen le a puha fűre, a virágok közé. És talán érezni is fogja a virágok illatát, friss levegőt. És esetleg egy kis enyhe szellőt is fog érezni. És most itt hagyom egy pár percig, hogy töltekezzen.
És ha már úgy érzi, hogy kipihente magát, csak mondja, hogy már kipihentem magam. Kipihentem magam. Jó, nagyon jó. Akkor most keljen föl, és hogy érzi most magát, miután itt pihent ezen a réten? Kellemesen. Kellemesen. És most figyelje meg, hogy esetleg milyen változás van a réten. Ahhoz képest, mikor először látta. Nézzen körül. Figyelje meg mindent. Minden sarkát a rétnek. Elment a tehén szekér. Elment a tehén szekér. És van-e még valamilyen változás? A távolba látok egy pár lovat. A távolba lát egy pár lovat. Ezek mit csinálnak, ezek a lovak? Legelésznek. Legelésznek. Jó. Nagyon jó. Hát akkor most megkérem arra, hogy távolíts el ezt a képet, és majd fokozatosan kezdjen ide visszatérni a szobába, a saját tempójában, és majd fokozatosan visszatér az erő az izmaiba, és egyre frissebb lesz, éberebb lesz, és majd frissen, kipihenten fog ide visszatérni, és kellemesen fog majd ébredni. És amikor majd hármat számolok, kinyitja a szemét. Egyre élénkebb, frissebb. Kettő, három, nyissa ki a szemét. Na, ilyen volt. Jó volt nagyon, doktornő. Csodálatos volt. Nekem nagyon jó volt. Mi jellemző arra az állapotba, amelyből a hölgyet végül is a doktornő kihozta? Hát egyrészt vannak ilyen fiziológiai változások, amik létrejönnek a transz állapotban. Egyrészt a vérnyomás csökken, a légzésszám csökken, akkor a pulzus csökken, tehát tulajdonképpen ezek arra utalnának, hogy ez az alváshoz hasonló állapot, amit korábban feltételeztek is. De az utóbbi időben az elektromos agyi tevékenységnek a vizsgálata során kiderült, hogy ez az állapot egyáltalán nem rokonítható az alvással, hanem inkább az ébrenléthez hasonló. Tehát az EG vizsgálatok alapján. És ugyanakkor azt is kimutatták az EG vizsgálatok alapján, hogy jobb agyféltekei túlsúlyműködés jön létre a transz állapotban. Ez azt jelenti, hogy éber állapotban a bal agyféltekei túlsúlyműködés van, ami tulajdonképpen az elemző munkát végzi, a külvilág elemzését, a jobb agyfélteke pedig tulajdonképpen az érzelmeken keresztül szemléli a külvilágot, és ez ahhoz segít hozzá, hogy a transz állapotban tulajdonképpen könnyebben hozzáférhetők a tudatalatti érzések és élmények. Ez tehát azt jelenti, hogy magába, tehát belülre, saját magára jobban tud figyelni? Igen, a figyelem koncentrációja következik be, sokkal jobban, mint éber állapotban is. Tehát egy koncentrált figyelem jön létre, a figyelem befelé fordítása, tehát inkább saját magára fordítja befelé a figyelmét, a testi működéseire kezd figyelni a páciens.
és ennek következtében, ahogy figyeli magát, összpontosítja a figyelmét, úgy egyre mélyebb transz állapotba tud kerülni. Ugyanakkor még erre az állapotra az is jellemző, hogy például megváltozik a valóságvizsgálat. Tehát ezek a betegek, a páciensek halucinálnak, van egy pozitív-negatív halucináció, tehát itt, amit láttunk a példában, ezek képek formájában jelennek meg, és nem vizsgálja a valóságot. Ez azt jelenti, hogyha elképzel egy rétet, akkor, vagy hogyha azt mondjuk, hogy 2 méterre van egy forrás, akkor azt ő elfogadja, hogy ott van. Tehát ez azért egy veszélyt is rejt, és nagyon nagy a felelőssége, aki ilyen állapotban dolgozik. Erről majd még beszélünk. Igen. Most azonban azt szeretném kérdezni, hogy ez a kapcsolattartás, hogy folyamatosan beszélgetnek, ez olyan nehezen teszi hihetővé, hogy valaki valóban ebben az állapotban van. Tehát ennyire könnyű mégis kapcsolatot tartani azzal, aki dolgozik vele? Mi a jelentőség ennek, hogy beszélgetnek? Hát tulajdonképpen ez különbözteti meg például a relaxált állapottól a beszéd, hogy folyamatosan kapcsolatban vagyunk a pácienssel. Sőt, a doktor nem mindig elismétli az ő válaszát. Igen, ez azt jelzi, hogy ott vagyok mellette, tehát hogyha bármilyen esetleges, veszélyes helyzetekbe kerül, akkor mindenképp ott vagyok, segítek, tehát semmiképp nem marad segítség nélkül. Mondjuk relaxált állapotban nincs ez az utánkövetés, hanem ott egy, vagy a meditáció során van egy vezetett meditáció, amit ugye aki vezeti, az mondja, hogy mit kell éreznie, mit kell tapasztalnia, viszont a hipnotikus ilyenfajta állapotokban, a gyógyító hipnózisban folytonosan kapcsolat van a páciens és a hipnotizőr között ennek kivédésére a különböző veszélyek. Ami még különös, hogy tulajdonképpen nem is magáról beszél, tehát nem arról beszél, hogy én most így érzem magam, úgy érzem magam, mert egyszerűen képekben beszél, milyen rétet lát, milyen virágot lát, milyen illatokat érez. Így hogy lehet valamit megtudni az ő belső világáról? Hát tulajdonképpen ez egy kataptim imaginatív terápiának hívják, tehát a hipnózisban dolgozunk ezzel a terápiával. Ezek szimbólum képek tulajdonképpen, minden szimbólum jelent valamit. Hát a rétnek is van egy különös jelentősége, vagy vannak másfajta szimbólumok. Ezek a szimbólumok arra szolgálnak, hogy a mély tudattalan tartalmakat följebb hozzuk, és ennek kapcsán megismerjük jobban a beteget. Tehát a beteg saját magát jobban megismeri, a működéseit, hogy ő hogy működik, a pszichikai működését, és hát szimbólumok segítségével tulajdonképpen könnyebb a szimbólumon dolgozni, mint ha valakinek saját magán. Ez egyrészt egy távolítás is, hogy ő a szimbólumon dolgozik. És könnyebben kifejezhető is. Igen, igen. Ön mit javasol, kik azok, akik forduljanak pszichiáterhez, hogyha annak ellenére, hogy különösebben ugye egyébként jól érzik magukat, de mik azok a tünetek, amivel már érdemes mondjuk felkeresni a pszichiátert? Hát különböző neurotikus betegségek, depresszió, egyes formái a depressziónak, aztán a pszichoszomatikus betegségek, szintén a személyiségzavarok, ugye hát, vagy például vannak ilyen kóros vagy viselkedések, amik zavarják a pácienst, hogy ez nehéz neki, nem tud beilleszkedni, beilleszkedési problémák, és akkor megmondjuk, hogy mit tehetünk. Tehát ez mindig megbeszélés tárgya, hogy mit tudunk segíteni, és akkor eldöntjük, hogy merre megyünk, milyen utat választunk, tehát ilyen problémákkal. De hát ugyanakkor a hipnózist más területen is használják, tehát az orvoslásban, nem csak a pszichiátriában, hanem most már egyre közismertebb az, hogy a fogászatban is használják, a szülészet, nőgyógyászatban. És ez mennyire elterjedt? Oda megyünk és azt kérjük, hogy minket ne... Nem, hát ezt képzett szakemberek végzik. Én tudomásom szerint Budapesten jelenleg folynak a hipnodonta, úgynevezett hipnodonta képzés, és Budapesten vannak ilyen szakemberek, hogy akik ezt tudják csinálni, hipnózisban kezelnek fogat. Nagyon szépen köszönöm, doktor, hogy befáradt a stúdióba. Hogyha még önökben a hipnózissal kapcsolatban bármilyen kérdés felmerül, dr. Lázár Erika pszichiáter még itt lesz a stúdióban néhány percig, hívjanak bennünket, különben pedig találkozunk holnap reggel az ismétlésben 9 órakor, illetve délután 17 órakor. Legközelebb új műsorral pedig egy hét múlva jelentkezünk. A stáblista után pedig ne felejtsék el mindazok, akik szeretnek horgászni, hogy a PECA magazin következik. Viszontlátásra, jó éjszakát!